Bridget Wenninger, Eve Tarlett, 24 karácsonyi mese, 7. fejezet, a kívánság puncs. Vilma és Willy már jó pár éjszakát eltöltöttek Mózes apó házában. Időközben akkora hó hullott le, hogy a gyerekek nem tudtak kimenni játszani. Ezen az éjszakán azonban olyan élesen sütött a hold, hogy az ezüstös sugarak varázserdővé változtatták a környéket. Nim nem nomi, kiáltott fel Mózes apó. Ki az ágyból álom, szuszékok? A hasatokra süt a hold. Vilma és Willy álmosan tápászkodott elő a puha szörmet a karók alól. Na, hol akartok vacsreggelizni? Kint vagy bent? A két manó gyerek mezítláb blattyogott végig a barlangon, és kinéztek az ablakán. Hú, de gyönyörű, kiáltottak fel. Csupa csillag az ég. Együk meg a vacsreggelit odakint. Ígyunk egy kis mézes puncsot, és építsünk egy óriási hómanót, lelkendezett Vilma. Már éppen ki akarták nyitni az ajtót, amikor meghallották nagyapjuk nevetését. Várjatok, szólt rájuk vidáman. Először fel kell vennetek a meleg ruhát. Már eltakarítottam a havat a tűz körül, és készítettem egy kis mézes puncsot. Siessetek hát, és a sapkát se felejtsétek el. A három manó hamarosan nekivágott az öreg tölgy felé vezető keskeny ösvénynek. Hú, mama, oda néz! Három nokedli ugrál a havon. Mit gondolsz, vajon finomak lehetnek? Elszedbe ne jusson, azok ott nem nokedlik, hanem Mózes apu és a két unokája, akik most itt laknak nála. Ők kénytelenek télen meleg ruhát venni magukra, mert nekik nincs olyan jó vastag tolluk, mint nekünk. A három manó letelepedett a pattogó tűz mellé, és nekiláttak a mogyoró vajas szendvicseknek. Jó forró mézes puncsot szürcsöltek hozzá. Mózes apu elgondolkodva nézte a maghéj pohárkáját, aztán megszólalt. Azon tűnődöm, hogy milyen is volt a világ, amikor akkora voltam, mint ti. Akkoriban minden éjjel, a téli napi egyenlőség idején összegyűltünk a nagyapánk tüze körül. Puncsot ittunk és meséltünk egymásnak. Mindegyik vendég hozott valami finomat. Egy marék erdei bogyót, egy csokor szárított fűszert, egy tányér gyümölcsöt vagy éppen fűszereket. De a legizgalmasabbak mégis a mesék voltak. Nagy kár, hogy ez a csodálatos manúszokás azóta már kiment a divatból. Most már itt vagyunk mi, kiáltott fel Willy lelkesen. Mi is mesélhetünk neked? Vilma meg én nagyon sok mesét ismerünk. És mi lenne, ha meghívnánk pár manót ide, hogy ez az, vágott bele a szavába Vilma. A nagy hátizsákunkban sok finomság lapul, mama küldte. Szívesen osztoznánk rajta. Hűha, nézd, ott, mutatott az égre hirtelen. Hát az meg mi? Egy kivilágított denevér. Willy és Mózes apó felnéztek. Egy hosszú fénycsíkot láttak, amely villócott egy ideig, aztán egyszerre csak nyoma veszett. Nehem, nem denevér volt, mondta Mózes apó mosolyogva, hanem egy hulló csillag. Elmondhatok nektek egy titkot, amit csak nagyon kevesen tudnak? Vilma és Willy olyan hevesen bólogattak, hogy a fényes hegyes sapkájuk szinte az orrukig lecsúszott. Igen, nagyapó, mondd el! Azzal jószorosan odabújtak hozzá, és ragyogó szemmel néztek fel a csillagos téli jégboltozatra. Akkor figyeljetek jól, mondta Mózes apu, és átkarolta őket. A legtöbb csillag, amit láttok, voltak éppen nap, és olyan messze van, hogy csak pici pislákolást látunk belőle. De vannak olyan csillagok is, amiket gyerekek hoztak létre. Amikor egy gyerek valami szépet és jót és különlegeset kíván, odafent megszületik egy csillag. Egészen addig ragyog az égen, amíg el nem jön az ideje. Ez néha sokáig tart, de amikor végre teljesül az a kívánság, egy gyönyörű hullócsillag suhan alá az égből. Aszta, de szuper, suttogta Willy. Mózes apu elmosolyodva folytatta. Igen, de még nem mondtam el mindent. Az az igazság, hogy az is kívánhat valamit, aki egy ilyen hullócsillagot meglát. Így aztán soha nincs vége a csillogó csillagok és a kívánságok körforgásának. Jaj, de jó, örvendezett Vilma. A csillagok fényessé teszik az eget, de a kívánságok is fénnyel töltik el a szívünket. Mózes apó megsimogatta a gyerekek fejét.
Szeretnék kívánni valamit, szólalt meg Billy. De hogyan küldhetném fel a kívánságomat az égbe, hogy csillag legyen belőle? Hát, mit szólnál ahhoz, ha a puncs gőzével küldenéd fel? Javasolta a nagyapja. A meleg gőz felszáll egészen az égig. Na, akartok még egy pohár kívánság puncsot? Vilma és Vili azonnal oda nyújtották a maghéj pohárkáikat. Mózes apu teletöltötte a két poharat, és azt mondta. Igyunk egyet, és küldjük fel az álmainkat és a meséinket a csillagokba. Egyszer volt, hol nem volt.